Ne nyúljunk a szarvasfélék kicsinyeihez. Ezzel a felhívással fordulnak az erdészeti szakemberek a lakossághoz a tavaszi kiránduló idő beköszöntével. Ugyanis ezekben a hetekben születnek a hazai erdőkben az őszhidák, illetve gimszarvas és dámborjak. Ebben az időszakban akár a turista útvonalak mentén az aljnövényzetben, bokrok aljában is elrejthetik a szarvasfélék a kicsinyeiket, így ha egyedül látjuk a fűben megbújva őket, az nem azt jelenti, hogy elárvultak vagy betegek, csak az anyjukat várják vissza. Az ő védelmükre hívják fel a figyelmet az erdészeti szakemberek. A kisgidák ilyenkor május elején, júniusban születnek meg, ez a két hónap alapvetőleg a jellemző. Amikor megszületnek, akkor körülbelül 1 kg a súlyuk, és az első hónapban az anyjukat nem követik. Ez egyszerűen csak azért van, mert nem is tudnának tartani vele a tempót, illetve így sokkal biztonságosabban el tudja helyezni az édesanyja a gidákat. Ilyenkor keres neki valamilyen kis rejtek helyet, a gida ilyenkor kicsi termetű, pöttyös, nagyon jól beleolvad a környezetébe, és valamilyen kis rejtett helyre lefekteti a gidáját. Jellemző különben az őzre az is, hogy nem csak egy, hanem kettő gidát is elég, tehát hogy nem csak egyet találhatunk, akár kettőt is. Ilyenkor mi arra lehetünk figyelmesek, hogy a nagy szempárakat látunk magunkra nézni, és hát olyan védtelennek tűnik az állat. Neki az egyetlen egy védekezési ösztöne, hogy rejtőzködik, tehát semmikor sem merül fel benne az, hogy mondjuk fölálljon és elfusson, hanem az alapvető élet ösztöne az, hogy rejtőzködjön, tehát biztos nem fog előlünk elfutni. Az alapvető emberi magatartás ilyenkor, hogy oda megyünk a kisállathoz és megsimogatjuk. Az erdészeti szakember ettől óva int, hiszen visszafordíthatatlan következményekkel jár, ha megszeretgetjük a kisállatot. Miután megérintjük, akkor az emberi szag rajta marad az őszgidán. És hogyha ott hagyjuk magát a gidát, akkor a visszatérő édesanyja már nem fogja ezt tovább szoptatni, egyszerűen érzi rajta az idegen emberi szagot. Tehát mindenkit kérek arra, hogy amikor ilyet találunk, egy kis gidákat, akkor még véletlenül sem menjünk oda, hagyjuk békén, ő nagyon jó helyen van, nagyon jól érzi magát, és majd csak az édesanyját várja. Ugye azt is kell nagyon tudni róla, hogyha miután megsimogatjuk és ott hagyjuk, akkor nagy valószínűséggel az édesanyja magára fogja hagyni, és ilyen fog pusztulni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy akkor felnevelik. Ezt se ajánlom, mivel a neveléshez a gida az időszakának az első 1-2 hónapban gyakorlatilag napi 4-5 alkalommal szopik. És ilyenkor az anyatej ez a speciális összetételből van, tehát hogy mondjam, a sima tej, amit tudunk ilyenkor vásárolni, ez nem lesz jó neki. Illetve maga a stressz is, amikor ilyenkor éri, hogyha valaki felveszi, beteszi kocsiba, fuvaroztatja, akkor már abból is elpusztul. Tehát nagyon sokszor már abba, hogyha valakik magához veszi, akkor az 1-2 napban elpusztul. Arról nem beszélve, hogyha most még sikerülne is felnevelni, akkor utána mit kezdünk vele? Tehát ugye a bakok miután ivaréretté válnak, akkor veszélyessé is válhat gyakorlatilag, és utána gyakorlatilag 10-12 évig eléle győzik-e, úgyhogy ez a húsvéti nyúlnak az esete, hogy húsvétra se vásároljunk élő nyulat, ha csak nem tényleg azzal a célra, hogy fel is tudjuk nevelni. Ugyanebben az időszakban születnek a gemenci erdők területére leginkább jellemző gímszarvas tehenek borja is, amik nagyon hasonlóak az őszgidákhoz, azzal a különbsége, hogy a borjak nagyobb testsúlya születnek. Amíg az őszgida 1-2 kg-ot nyom, addig a borjú az körülbelül ilyen 9 és 10 kg között mozog, de amúgy külső szemlélőnek nagyon hasonló lehet, és náluk is különben hasonló az élet ciklus ebben az időszakban. A tehenek is szintén lerakják a borjakat ilyenkor. Nagyon sokszor lehet olyat is látni, hogy kvázi mint egy óvoda, tehát hogy egy magasabb füves részre bemegyünk, és akkor ott egyszerre több borjú van egymás mellett. Nekik is ugyanez, rájuk is ugyanez a szabály vonatkozik. Ők is még ebben az időszakban a rejtőzködésbe bíznak. Egy biztos nem fog felállni és nem fog elrohanni, úgyhogy rájuk is ugyanez náluk is ugyanezt kérnénk, hogy ne simogassuk meg őket. Barabás Tamás azt is hozzátette, hogy a kutyatulajdonosok esetében is különösen fontos a felelős hozzáállás, a kutyafutatás szabályainak maradéktalan betartása, illetve a pórász használata. Ugyanis a szabadon kószáló ebb, még ha nem is bántja, csak körüljárja az állatot, netán épp hogy csak hozzáér, ugyanúgy megpecsételi a sorsát. Szintén jó tudni azt is, hogy ha valaki megmenti a gidát, borjút és elviszi, jogilag lopást követel, mert az élő vad az állam tulajdona. Az őszgida vadgazdálkodási értéke a vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete szerint 50 000 forint, a gím és dámborjújé 100 000 forint.